A nyári szünet előtti utolsó ülésen több fontos kérdésben is döntést hoztak a városi képviselőtestület tagjai. Ilyen volt például az étkezési díjak emelésének ügye. Bozsolik Róbert polgármester javaslata alapján a szociális megfontolás vezette az előterjesztés elkészítőit. Lefolytattuk az intézményen keresztül azokat a közbeszerzési eljárásokat, amelyek az intézmények nyersanyagbeszerzését szolgálják. Ezekből megállapítást nyert, hogy a tavalyi évhez képest van, ahol közel 30%-kal, van, ahol 6%-kal, de növekednek a beszerzéshez kapcsolódó költségek. Összességében ez a gyermekétkeztetéshez kapcsolódó nyersanyagköltségek tekintetében 6-9%-os növekedést eredményeztek volna. Úgy döntött a képviselőtestület, mivel pont azokat a családokat érinteni ez az emelés, akik egyébként is szociálisan hátrányos helyzetben vannak, hogy ezt a költségnövekedést nem kívánja rájuk átterhelni, tehát teljes egészében az önkormányzat saját költségvetéséből fogja biztosítani. Ez az év hátralévő részére mintegy 1 millió forint költség átvállalás jelent a családok részéről. Egyedül a vendégétkezésnek a költsége fog növekedni 9%-kal, ami azt jelenti, hogy 508 forint plusz áfa összegről 528 forint plusz áfa összegre fog növekedni a térítési díj, a többiek esetében pedig nem történik változás szeptember 1-től. A körzeti óvoda vezetőinek beszámolójából kiderült, a következő tanévben nem változik az indítandó csoportok száma. 12 óvodai csoportunk lesz, ebből 9 Bátaszéken, és 3 tagintézmény, Pörbölyön, Alsónánán és Alsónyéken. 2 bölcsődei csoportot is továbbra is fent tudunk tartani, és működtetni fogunk. A beiratások olyan adatokat hoztak, hogy nagy az igény a bölcsődei csoportokra is. A dolgozói létszám ennek megfelelően nem fog változni, ugyanúgy, ahogy a tavaly évben ugyanaz az álláshely számot fogjuk a továbbiakban is biztosítani. A testület elfogadta a hulladékgazdálkodásról szóló rendelet módosítását. A szolgáltatóval történt megállapodást követően a következő módosítást vezetik be a szállítási rendszerbe. Több ponton módosul a rendelet, ebből 2 fontosat emelnék ki. Az egyik a hulladékszállítás szüneteltetésére vonatkozó rendelkezések, míg korábban a jegyzőigazoláson az szerepelt, hogy bejelentkezett személy az adott ingatlanban nincs, a továbbiakban nem ezt igazolnánk már le, a képviselőtestület jóvá hagyta, hogy az igazoláson az fog szerepelni, hogy üresen áll az ingatlan, és életvitelszerűen nem lakják az adott ingatlant. A gyakorlati élet hozta magával ennek az indokoltságát, hiszen sokan külföldön dolgoznak, ezáltal üresen áll az ingatlan, de bejelentkezett lakóhelyük ott van, tehát a szüneteltetést eddig emiatt nem tudták elintézni. A jövőben most már ezt el fogják tudni. A másik fontos eleme a rendeletmódosításnak a lomtalanításra vonatkozó rendelkezés. Még korábban egy szervezett lomtalanítás volt éves szinten az egész városra kiterjedően, a jövőben ez úgy fog alakulni, hogy az ingatlan tulajdonosnak kell felvenni a kapcsolatot az aliszkaterrával, az időpontot egyeztetni, és egy évben egyszer a házhoz menő lomtalanítást ingyenesen biztosítja az aliszkaterra az ingatlan tulajdonosok számára egyénileg. A lomtalanításra váró hulladékot azonban nem lehet az utcára tenni, azt a szolgáltató számára a házak udvarán kell összegyűjteni. A legnagyobb vitát a város új sportlétesítményének, egy műfüves labdarúgó pályának ügye jelentette, amihez 35 millió forint önerőt kell biztosítania a városnak. A város ebben a ciklusban úgy gondolom több sportlétesítmény tekintetében jelentős beruházásokat hajtott végre. Akár a tanúszodánál energetikai korszerűsítés, akár a tavalyi esztendőben a városi sportcsarnok a felújítása, és emellett évről évre a Vicce János sportpályán is végeztünk fejlesztéseket, de ebben az esztendőben egy nagyobbat szeretnénk lépni. Egyrészt, hogy kiszolgáljuk a versenysport és ezenből az utánpótlás sportnevelése szükséges feltételeket, illetve meg tudjuk teremteni. Másrészt bízunk benne, hogy esetleg tömegsport jelleggel is tudják majd használni. Ezért a város mintegy 35 millió forint támogatást biztosít egy nagyméretű műfüves pálya megvalósításához,
ahol gyakorlatilag a pályafelületen kívül hozzávezető járda, a körbevevő kerítés és a világítás korszerűsítése is meg fog történni. Terveink szerint ez augusztus-szeptember hónapokban meg is tud majd valósulni, és minél hamarabb igénybe tudják majd venni a sportolók. A 35 millió forintos támogatás mellé természetesen TAU támogatás igénybevétele is megtörténik, hiszen a pályázaton, illetve hát a műszaki tartalom az mintegy 116 millió forintos beruházást fog majd eredményezni, tehát a fennmaradó mintegy 80 millió forintot a TAU támogatásból már az Egyesület összeszedte a környébeli vállalkozásoktól. Ezzel egy új sporthelyszín megvalósítása történik meg, és gazdagodunk egy újabb létesítménnyel. Ugye néhány héttel ezelőtt egy sportpark átadására került sor, és reméljük, hogy néhány hónap múlva pedig ezzel a műfős pályával is gazdagodik majd a város sport élete. Jelentős változások várhatók Bátaszék forgalmi rendjében. Ez részben a futóberuházásoknak, részben a balesetvédelemnek köszönhető. A testület megszavazta a forgalmi rend felülvizsgálatával kapcsolatos intézkedéseket. Itt a forgalom szabályozás felülvizsgálatra került, így a Garai utcából nyíló négy utcá csatlakozásánál zsákutcatáblák kerülnek kihelyezésre. Egyirányosításra kerül még a Kálvári utca, hiszen ott 2,5 méteres a burkolat szélesség, ami nem nagyon tudja lebonyolítani a kétirányú forgalmat, ezért baleset veszélyes. Továbbá megállni tilos tábla kerül kihelyezésre a Bajai út északi oldalán az automosó közvetlen közelébe, mert az üzemszerű működését gátolják az ott parkoló autó. Ezen túl még ideglens forgalom korlátozásra is kell számítani kiüteleti úton, hiszen a Molyhos-Tölgy út Viszmajor támogatásból felújításra kerül, illetve helyreállításra kerül, hiszen 2018. júliusában megrongált a nagy csapadék ezt az utat, és ezt fogjuk helyreállítani, mint egy 12 millió forintos összegből. A kivitelezési munkák a szerződés aláírását követően várhatóan azonnal megkezdődnek, így a betakarítás idejére már teljes szélességében használhatóvá válik az útszakasz. Ezzel együtt ugye már jelenleg is kivitelezési munkák folynak a Garai utcában, nagyon sokan tapasztalták, hiszen a közelben a köztemetőnek a feltáró útja a Garai utca. Itt továbbra is kérjük a türelmet a lakóktól, hiszen egy munkaterületen nem lehet semmilyen közlekedési eszközzel sem gyalog közlekedni. Nagyon balesetveszélyes, hiszen a kivitelező építési anyagot tárolott munkagépet. Így hát nem is tudunk ezért felelősséget vállalni. A temetőnek a ezen oldali bejáratai bezárásra kerültek, és kérjük, hogy a Nyéki utca felőli bejárót használják a temetőt meglátogató állampolgárok. Ingyenes wifi szolgáltatást.